Sziasztok, üdvözlök mindenkit, mint ahogy a címből is le lehet olvasni, ki lehet olvasni. Látható, megoldódtak a mobiltelefon szolgáltatóval kapcsolatos problémáim, de úgy látom, hogy rengeteg embert megmozgattam ezzel, nagyon sokan néztétek és rengeteg komment jött, pro, kontra, szolgáltatók ellen, szolgáltatók mellett. Szeretném azért ezzel a videóval ezt a sztorit lezárni. Ugye én azt gondolom, hogy egy szolgáltató, és itt ráadásul benne is van a nevükben, hogy mobil szolgáltatóknak az a dolga, hogy szolgáltasson. Nem csak ugye megfelelő adatmennyiséget, nem csak megfelelő percet, hogy tudjak beszélni, megfelelő minőségben, hanem az is, ha gondom, bajom van, valamilyen módon kiszolgáljanak. Ugye azt mondani, hogy egy szolgáltatónak igenis, elnézést a kifejezésért, de valamilyen módon le kell szni az ügyfelet, nem szarni, hanem ellenkezőleg. És tudom, hogy ez nagyon-nagyon szélsőséges kifejezés, de valahogy így van. Verseny van, egyik jobb, mint a másik, hasonló árakkal dolgoznak, hasonló szolgáltatásokkal, úgyhogy nagyon-nagyon piciken múlik az, hogy az ember hova teszi le a kis voksát, és nagyon picin múlik az, hogy hol hagyja a pénzét. Soha nem vártam el azt semmilyen szolgáltatótól, így sem, hogy engem lepjanak. Tehát nem vártam el, hanem egy tisztességes, normális bánásmódot szeretnék, nem szeretem, amikor kinyalják a seggem feleslegesen. Annyit vártam el, hogy egy régi ügyfélhez méltóan, főleg aki elmondtam, nem 3 forint 20 fillére számlákat fizetett havonta, 11 néhány évig, úgy bánjanak, és ezt a bánást idézőjelbe teszem, mint mondjuk aki éppen most csatlakozik hozzájuk, és azokat a kedvezményeket, tehát pontosan nullát kapjak, mint aki esetleg egy friss előfizető a Vodafone-nál, nevezzük nevén, eddig is nevén neveztem a dolgot, semmi bántót, sértőt nem mondtam, tényekről beszéltem, nyugodtan utálat nézni. És akkor hogy zárott az én sztorim? Ugye mondtam nektek az első videóban, tegnap került nyilvánosságra, hogy egy másik szolgáltató, őt is nevezzük nevén, akkor a Telekomról van szó, T-Mobile-nél érdeklődtem, és ugyanezeket a feltételekkel, ezt is elmondtam az előző videóban, tehát ugyanezzel, hogy korlátlan adat, korlátlan beszélgetés, és egy új iPhone készülék, ezt 25 ezer forintért tudták nekem prezentálni, 25 ezer pár száz forint lényegtelen. Most nyilván nem a legeslegújabb és a legnagyobb tárhelyen rendelkező iPhone-ról van szó, de én azt is mondtam, hogy nekem még a 7-es van, annál jóval-jóval újabb, és az én igényemnek teljesen megfelelő. Hasonló készüléknek érdeklődtem utána a Vodafone-nál is, teljesen mást mondtak. Na most azóta marha érdekes a dolog, egyre többen megkeresnek olyan, hogy van köze valamilyen módon a Vodafone-hoz, semmi baj, mert nagy rész segítő szándékkal, és egyik se érti, hogy miért választottam más szolgáltatót, mikor náluk, tehát a Vodafone-nál is hasonló paraméterekkel vannak készülékek, és ugyanezen az áron. Hát nem tudom, akkor engem biztos nem átbasztak. Én tavaly, ezt is mondtam, de október-szeptember környékén járt le előfizetésem, elkezdtem nézelődni, és már eddig is online rendeltem meg a készülékeket, így próbáltam, és ahogy így lépegettem, mentem előre, nem hisz annyira hülye legyek hozzá, mert előtt a 7-est, 6-ost is így rendeltem meg, kijött nekem ez a 31 néhány ezer forintos eredmény, hát mondom, ezt talán hagyjuk, majd biztos lejjebb fog menni, mondom, ezt sokallom, elmondtam már, hogy miért, nem akarok ebbe belemenni. Aztán rá pár napra felhívott a Vodafone ügyfélszolgálata, és elmondták ezt, hogy ugye lejárt a hűségem, és fel tudnak kínálni újabb lehetőségeket. Ugye szerződés hosszabbításra, hát mondom, kapóra jött, no, hát, ha így sikerül valamilyen más adatokat megtudnom, és más összegbe kiegyezni, hát semmibe se sikerült, ügyintézővel beszélve, ő is ott kiszámolta nekem pillanatok alatt, ugyanez a 35-től fölfele összeg jött ki, hát mondom, jó, akkor hagyjuk. Aztán volt egy csomó más dolgom az életben, nem volt annyira fontos, és egészen talán egy vagy két hónappal ezelőtt én újra ezen gondolkodtam, fogtam, és elkezdtem nézegetni így a szolgáltatókat, és azt láttam, hogy hasonló, talán a Telekomnál volt akkor egy picit olcsóbb ez a készüléki csomaggal együtt, de nem volt olyan jelentős különbség akkor sem, mondom, hagyjuk a fenébe. Viszont, ugye már mondtam nektek, ezt is elmeséltem, hogy a telefonom akkumulátora kezd gatya lenni az erős intenzív használatnak köszönhetően, nem rossz, de az én felhasználói időmennyiségemhez képest kevés. És mindenképpen cserélnem kell.
és megint elkezdtem nézelődni. Hát megint felhívtam én a Vodafont, teljesen más ügybe elkezdtünk beszélgetni, aztán rá egy hétre megkerestek ők, megint más ügybe, ugye, hogy meghosszabbítom az előfizetésem, vagy nem, illetve több pénzről kaptam számlát, mint amennyi volt az előfizetésem, mert technikai hiba volt, ez nem az ő hibájuk, tök mindegy. És akkor megint rákérdeztem, hogy mi lenne a lehetőség, és érdekes módon a hölgy, aki veszítem, ugyanezt mondta el. Tehát neki állt számogatni minden, össze-vissza, és ilyen 35-től fölfele jött az, hogy tehát előfizetés plusz készülék. Ha jól számolom, ez olyan 3-4 alkalom volt, plusz az én online nézelődésem. Nem hiszem, hogy nekem azt kéne feltételeznem, hogy valaki át akar baszni. És azt se kéne feltételeznem, hogy ennyire képzetlenek a Vodafone dolgozói, nem feltételezek ilyet. Valószínű, hogy valóban ez az igazság. Most, hogy nekem itt tirogattok, én hogy nem így van, nem úgy van, nekem nem ezt mondták. Tehát nem vagyok hülye, hogyha adnak egy olyan lehetőséget, hogy nem 35, hanem 25, akkor én azt az ember, hogy eddig is együtt fizettem, akkor hadd menjen tovább, mert más problémám nem volt vele. És akkor ugye mondtam, hogy nem, de eszembe jutott a kedvesemnek egy ismerőse, egy vendég, aki hozzá edzeni, aki a Telekomnál dolgozik, és megkérdeztem, szóval kedvesem megkérdezte, hogy milyen lehetőség lenne erre. Hölgy roppant segítőkészen, számolt, szorzott, és mivel a kedvesemnek ott van ugye előfizetése, pillanatok alatt marha érdekes módon, szerintem egy órán belül sikerült neki egy olyan ajánlatot mondani, nekem tökéletesen megfelelt, és ez 25.500 forint. És nem értem, hogy ez miért nem jött össze a Vodafone-nál. Tehát amikor én ott vagyok egy cégnél, ezt a mennyiségű pénzt, amit elmondtam nektek mellette, ott vagyok 10-valahány éve, nem akarom megint felsorolni, mint a korábbi videóba, akkor semmi, tehát hangsúlyozom, semmi kompromisszum képesség vagy készség, semmi nem volt, ennyi, és ha tetszik, ha nem, kapcsoljunk az értékesítési munkatárshoz, vagy ne kapcsoljunk, hát mondtam, ne kapcsoljatok, nem fog 35.000 fizetni. Azt, hogy a Vodafone-os alkalmazottak mennyire felkészültek, és esetleg engem rosszul tájékoztattak, ez nem az én dolgom ezt felmérni. Be is mentem ma a Telekomhoz, és a hölgy, aki roppant segítőkész volt, pillanatok alatt megkötöttük a dolgokat, és neki is elmeséltem ezt a Vodafone sztorit. Először nem hitt el, mondom, akkor valószínű, hogy engem átvertek. Utána lehet nézni, de nem, ha marhára nincs jelentősége. És milyen érdekes az élet, amikor ott nála ücsörögtem és vártam, hogy az ügyintézés ment. Csörög a telefonom, látom, egy Vodafone-os szám. Hát, mit ad Isten, milyen a véletlen, Vodafone-os ügyfélszolgálattól kerestek, és megkérdezi a hölgy, hogy ráérek-e most. Mondtam, nem érek rá, mert éppen a T-Mobile üzletbe csörgöm, és éppen az új szerződésemet kötöm meg. Hát elmegy tőlünk? Volt a kérdés, mondom, igen, el. Hát akkor köszönöm, mondom, én is köszönöm, és elköszöntünk egymástól. Kicsit úgy érzem az egész dolog, így amik, hogy megkeresgetnek, innen-onnan mondnak, lehet, hogy nem ezért keresett a hölgy, lehet, hogy az egészségi állapotomra volt kíváncsi, vagy arra volt kíváncsi, hogy jövőre a Fradiba hány külföldi játékos lesz és hány magyar, nem tudom, csak marra furcsa ez a dolog, hogy hirtelen egy mindenki keresget össze-vissza, és különböző teljesen más ajánlatok, mint amit én megtapasztaltam eddig-addig. Ha most megkérdezték különben ott roppant korrekten a T-Mobile-os ügyintézés, hogyha esetleg egy olyan ajánlatot kaptam volna most a Vodafone-tól, ami lehet, hogy sokkal jobb, mint az övék, hogy elfogadtam volna, mondom, nem fogadom el. És azért nem, mert nekem itt elsőbb is elmondtam, nem azzal van bajom, hogy nekem 15.000 forintot kell fizetnem egy előfizetésért, ami korlátlan adat és korlátlan beszélgetés, hanem a készülék ára. Most hirtelen ezt leakciózták volna az én kedvemére a Vodafone-nál, nem fogadtam volna el, nem azért, mert a pénzeknek az ellensége vagyok, hanem egy, nem picsa a szám, ha már ott ülök és éppen ügyet intézek, nem. Kettő, meg ilyenkor az embernek elmegy a kedve az egésztől egy idő után. Tehát amikor így egy olyan ember, aki tényleg ott hagy egy viszonylag jelentős, legalábbis számára jelentősen mennyiségű pénzt XX időn keresztül, és ilyen módon leszarják ezt az egészet, ma hirtelen, mikor kiterül, hogy az embernek elég sok nézője van, és azért így az állóvizet picit fel tudja kavargatni a dolgaival, ahogy így pofázgat, akkor hirtelen vannak jobb ajánlatok. Hát köszönöm, nem kérek. Lehet, hogy egyszer rá leszek majd szorulva, most nem. Én nem haragszom a Vodafone-ra, semmi ilyen nincs bennem, csak úgy döntöttem, hogy elég volt. Nem mondom, hogy soha nem fog visszamenni, lehet. Voltam már Telenoros, hogy a harmadik szolgáltató is belekerül a képbe, ott is hasonló dolgok miatt jöttem el, és Telekomos, T-Mobilos még nem voltam, most kipróbáljuk ezt. Mondjátok, sokan irogatjátok, hogy ez se külön, mint a többi, majd meglátjuk. Egyelőre nekem a tapasztalataim csak pozitívak, már azért is, hogy ott valaki vette a fáradtságot, és fogta, és töltött azzal időt,
hogy ki összehozott egy olyan kis csomagot, ami nekem sokkal jobb. Nem tudom, hogy a Vodafone ez nem lehetett volna, mondjuk megkérdezem, mikor a Vodás úgy intéző, hogy mondjuk a páromat, kedvesemet, akárkimet nem tudom-e odacsalni, és ha odacsalom, akkor kapok ilyen-olyan kedvezményt, ha ennyi fölött beszélő is, akkor még kedvezményt. Ez szerintem csak hozzáállás kérdése. Nos, ez nem történt meg, megmondták, hogy ennyi, kő vagy nem kő. Hát nem kő. Tudom, hogy az én kő vagy nem kő dolgomtól nem fog csődbe menni a Vodafone, ahhoz én nagyon picike emberke vagyok, meg nem is érzem magam semmilyen se többe, de azért valamilyen módon szerintem néhány ember el fog gondolkodni, és engem jóval kisebb dologban, tehát jóval kisebb céget érintő dologban is megkerestek utána, hogy nekik ez elég kellemetlen volt, amit a videóban mondtam róluk, nem mondtam semmi olyat, ami nem az igaz. Most sem mondtam semmi olyat, és nem akarok, semmi olyat nem akarok, hogy valakit rossz színbe tüntessek fel, abban a színbe tüntetem fel, hogy ezt én tapasztaltam. Ha valakivel én paraszt vagyok, és erről beszél, és ez valóban úgy történt, akkor paraszt vagyok. És a parasztot most megint nem a földművesnek értem, mert megint férdumán lesz valaki, hanem bunkó vagyok. Bunkó vagyok, akkor igenis, azt mondja, hogy bunkó vagyok, ez van, ezt el kell tudnom viselni. Tehát tisztán vagyok, hogy különösebb következménye nincs, bár mondom, kicsit úgy felerősödtek itt a Vodafone-nak kapcsolatos érdeklődések, úgyhogy én megpróbálom most a Telekomot, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle, mint mondtam, egyelőre pozitívak a tapasztalataim, és úgy gondolom, hogy majd ti is meg fogjátok tapasztalni, hogy ugye jobban lehet hallani, mert a legfontosabb, talán a képminőség is jobb lesz, nyilván ez nem a Telekomnak köszönhető, hanem az új készüléknek, de az új készülék a Telekomnak köszönhető. Ennyit a promócióról meg a reklámról, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és mindenkinek kellemes napot kívánok továbbra is. Sziasztok!